Megolvadt a melegben, szinte elfolyt az úttest az autók alatt Marcali és Boronga között. A csupán 20 Celsius fokos időben ráragadt a járművek uniára a szurok. A képeken úgy látszik, mintha vizes lenne, de a csillogó felület a felolvadt kátrány. Hát a kalapjának meg kell mutatni, hogy ezen közlekedjenek ők is. Nem csak futkozni kell itt bekinteni a követ. Meg normális, az autók szedik fel a régi aszfaltot. Jön a luk az útra állandóan. Meg kell nézni, az arok partján lehet közlekedni. El lehet mondani a vélemény? Licspan Mihálynak, hogy megnézheti Somogy megye útjai kiválóan. Köszönjük! A folyékony kátrány ráragadt a kocsikra, az autósok hiába hajtottak lassan, akkor is felszedték a megfolyt burkolatot. Volt, aki az árokparton a fűbe próbált kerülni. A hétvégén kavicssal szórták fel az utat, de a kavics felverődik, és a porról ne is beszéljünk. Ezt a szakaszt egyébként tavaly októberben marták fel. Az októberben elkészült felületvédelem felső rétegében feldúsult a bitumen, ezáltal megolvadt, és ez került az útburkolat felszínére. Ez szombati napon a kivitelező utó kezelte. Most készül rá technológia, hogy milyen végleges megoldással lehet ezt a helyzetet kezelni, és ezt a problémát megoldani. Ez várhatóan 1-2 héten belül meg fog oldódni. Tulajdonképpen az időjárás függvénye, mert kell, hogy több napon keresztül 20-25 fokos hőmérséklet legyen, hogy ezt hatékonyan tudjuk javítani, illetve a kivitelező ezt hatékonyan tudja javítani. A közútkezelő a kivitelezővel való egyeztetést követően pár héten belül végleges megoldást ígér.